A tojásra ilyen kis zöld ágakot tettünk, harisnyával körbekötöttük, és most ezt beletesszük egy hagymahajas festékbe. Abba megfelül, és ha megfelült, akkor leveszük róla a levelet, és gyönyörűen megmarad a levélnek a mintája rajta. Így készülnek Berek-Darócon a húsvéti hímes tojások, hagyományosan hagymalében, és a napjainkban ismertebb módszerrel festékkel színezve is. Készülünk most a hagyományos húsvétunkra, ami ugye a kereszténységnek egy nagy ünnepe. Itt a településeken, itt lenne a falusi településeken, ugye kicsit azért még megmaradt valami. Tehát ugye már a locsolódás egy kicsit távol van, tehát már a gyerekek járnak csak maga locsolódni, de ugye az étkezikkel, a húsvéti kalácsokkal ezzel mind készülünk. És akkor így van a tájházunkon egy kemence, akkor ilyen tájt, akkor költkalácsot sütünk, sárgatulót sütnek, főznek a hölgyeink, tojásfestés azért, még a tojásfestés azért mindig megy, igaz, hogy nem mindig a hagyományokra alapul, de az igyekszünk a hagyományokat megtartani, és akkor így felkészülünk méltóan a húsvét ünnepekre. Nem hiányozhatnak az asztalról az ünnepre jellemző ételek, sonka, kolbász, sárgatúró és hagyományos húsvéti kalácsok is készülnek. Aki itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe felnőtt, mindenkinek megvan a saját élménye, és ezek sajnos egy kicsit kikopóba vannak, ezért is szeretnénk láttatni ezeket, nem csak település szinten, hanem úgy gondolom, hogy azért megyei szinten is ennek mindenképpen hangot kell adni, bár nem lehet kifejezetten megyei értékről beszélni, mert hát azért ez az egész országban, illetve a határokon túl is elterjedt, és mindenhol megvannak a maga kis válfajai a húsvétolásnak, de mégis azt szeretnénk, hogyha ez visszatérne a hétköznapokba, és hogyha nem is a régi hagyományos módon, de azért mindenki egy picit belekóstolhatna abba, hogy milyen hangulata is volt a régi húsvétoknak, és bízunk benne, hogy ez majd azért az emberekbe felkelti az érdeklődést, és talán a otthonokba, a konyhákba visszatérnek majd ezek a régen elfeledett emlékek, szokások és ételek. Berek-Darócon a megyei értéktárba is bekerült különleges vászonvirágok is a húsvéti asztal díszítik.